Köszöntöm a Forog a kamera nézőit. Egy vajdasági származású, Budapesten élő és dolgozó fiatalember a vendégünk, és amiért meghívtuk, az az, hogy ő játssza az egyik főszerepet egy hamarosan induló új romantikus vígjátékban a TV2-n. A sorozat címe Korhatáros szerelem. Szervusz, Tamás! Sziasztok! Üdvözöllek itt nálunk. Hát ez egy igen érdekes élethelyzet, ami ebből a sorozatból adódik, illetve ami az alapot szolgáltatja hozzá. Miről is van szó? A Korhatáros szerelemben én egy 24 éves mixer gyereket játszom, akihez a bárba egyszer csak besétál egy nála 15 évvel idősebb nő, és az ő évődésükről szól ez a sorozat. Arról is. Ez a téma mindig érdekes, ugye? Mert látunk egy ilyen nagykor különbséget, akkor mindig gondolunk valamit. Ez még mindig nem vagyunk elég nyitottak arra, hogy ezt olyan könnyen vegyük. Lehet, hogy igazad van, de azt gondolom, hogy ez egy létező dolog ma, hogy ilyen nagy korkülönbséggel vannak párok. És én szerintem jó dolgokról beszél a sorozat, és nagyon életszerűeknek gondolom ezeket a helyzeteket. Úgyhogy igazából én sem tudom, hogy ez milyen lesz, úgyhogy nagyon kíváncsian várom tulajdonképpen. Az emberek egyébként sem úgy ismerkednek meg, hogy add ide az igazolványod, megnézem hány éves vagy, igen, ugye hát valami kialakul, van valami kémia, vagy nem tudom, és aztán kiderülnek a dolgok. Gondolom, hogy valahogy így van ez a sorozatnál is, hogy aztán derülnek ki, tehát először nem törődnek ezzel. Igen, abszolút jól látod. Ez így van. Igen, ez abszolút így van, egy csomó dolgon átesik ez a fiú és ez a nő, és aztán csak később jönnek rá, hogy mind a ketten mellé lőttek, amikor mást gondoltak a másikról, hogy hány évesek. Mit gondolsz Eszterről? Nagyon helyes asszony. Asszony. Mikor is született? 1993. Hogyne? A srác 24. A csaj pedig, hát, mindjárt 40. Jó itt, anya. De amikor találkoznak... Mi van? Meglunkodsz elő? Leült. Eszter. Ez valahogy egyiküknek sem jut eszébe. Más banánod? Nincs. Ám másoknak annál inkább. Anya, miért pucél a bácsi? Anya? Elég egy pofon lesz, csávó. Kifogtál egy milfet? Van egy új férfi az életében. Vagyis inkább egy srác. Tudom, mi a te problémát kölyök? Hagyod, hogy mindig a nő diktálja. Ugye nem akarod a jövődet egy ilyen kamasz fiúra építeni? Nem kamasz fiúra. Ilyen a szerelem? Nem vakít. A szerelem, ami nem szab korhatárt. A család és a barátok számára sincs lehetetlen. Isten! Kirakhatatok volna egy 18-as karikát a bejárati ajtó. Marihuánát szívsz? Julia! Tűnj már innen, te idióta! Egy egyedülálló romantikus vígjáték sorozat. De nem érted, hogy jól jön, aki még megjelenik az életedbe és kész. Vége mindennek. Be vagy rúgva. Megcsinálom a lehetet. Be vagy rúgva. Kovács Patrícia, Kovács Tamás, Dobó Kata, Kamarás Iván, Ónodi Eszter, Fenyő Iván, Bánsági Ildikó. Korhatáros szerelem. Hamarosan a TV2-n. Én gondoltam, hogy jó ötlet bele szeretni valakibe, aki 90-es években született. Ez a sorozat ugye, hát vígjáték, meg romantikus vígjáték, de azért ez egy komoly dolog. Tehát ez, mármint, hogy ez egy helyzet, ami meg is viselhet embereket, hogyha így van. És hát elég nehéz, hogy mondjam, a vicces oldalát láttatni. Tehát hogy nem egy egyszerű dolog erről sorozatot csinálni. Azt akartam mondani,
Hogy sikerült ezt mégis kitalálni? Ez egy új-zélandi sorozatnak a remake-je. Tehát van egy új-zélandi sorozat, aminek az a címe, hogy Step Dave, ugye, amit nem is tudom, hogy lehetne lefordítani, hogy a mostoha apuka, ugye, vagy mostoha Dávid, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt lefordítani rendesen. Szóval van egy sorozat, ez van, abból két évad van az új-zélandi változatban, és szinte teljesen megtartották az írók és a megrendelő teljesen megtartotta azt a dramaturgiát és egyáltalán az egész történetet. Egy picit apró ilyen-olyan változtatások nyilvánvalóan vannak, tehát ez szükségeltetett, hogy ne egy az egybe. Igen, mert hogy ez mégiscsak Új-Zéland, ez pedig Magyarország. Magyarország, így, ahogy mondtál, természetesen, igen, pont így. Na most ebben a sorozatban nagyon nagy nevek játszanak, azt kell mondjam, tehát ismertek a televízióból is, a filmről is, meg a színházból is ezek az emberek. Kik szerepelnek ebben a sorozatban, kikkel játszol együtt? Kovács Patriciával, ugye ő a barátnőm, Kamarás Ivánnal, Bánsági Ildikóval, Dobó Katával, Szilágyi Csengével, nem is tudom, kit hagytam még ki, a Fenyő Ivánnal, Dóra Bélával. A Béla nekem országos cimborám, ő nemrég 2016-ban végzett az egyetemen, én most az Örkény István Színháznak a tagja, és nagyon érdekes volt, mert amikor castingra mentünk, akkor a több körös volt, és amikor második körre mentem, akkor egyszer csak találkozok a Bélával, kint cigizik a kapuban. És mondom neki, egy ember, hát mit csinálsz? Hát én is, te is jött, és nagyon megerültünk egymásnak, mert ugyanis az ő figurája az én legjobb barátom. Mm. És akkor mi nagyon jóban vagyunk, amint hogy egyébként is az életben nagy barátok vagyunk, és akkor ott eszméltünk rá, hogy tulajdonképpen ugyanarra hívnak minket, és aztán együtt tudtuk meg, hogy akkor végül is ránk gondoltak, hogy mi játsszuk ezt a két fontos szerepet. És nagyon jó volt, nagyon laza volt, mert ugye már ismertet, mondom, nagyon jó barátok vagyunk. De ugyanakkor a többiekkel is nagyon jó kijöttem, a Patriciával, Ivánnal, tehát őket most ismertem meg. Dobó Katát ismertem egyedül ebből a társaságból, de azt gondolom, hogy nagyon jó volt az összhang, ugye egyáltalán a színészek között, meg a stábban is. Nagyon megfeszített volt a tempó. 67 nap alatt forgott le 13 rész, most részenként ez azt hiszem 45 vagy 50 perc. Tehát az mennyi? Ez 10 óra hasznos anyag. Több mint 10 óra. Igen. És az 67 nap alatt kellett leforgatni, szóval nagyon megfeszített volt a tempó, de mindezek ellenére nagyon profi volt a stáb, és én azt gondolom, hogy nagyon bízom benne, hogy ez egy igényes dolog lesz, amit csináltunk, aztán majd kiderül. Nyáron volt a forgatás? Igen, június végén kezdtük, és hát egy hete hagytuk abba szerintem. No, hogy mikor is? Igen, múlt hétfőn volt az utolsó nap, azt hiszem. Általában így nyára időzítik az ilyesmit, mert akkor jobbak az időjárási viszonyok, ugye? Igen, bár... A világítás, vagy a világosság. Igen, meg ugye akkor nincsen, tehát színházban akkor nem dolgoznak a színészek. De egyébként ez most már nem így van, mert vannak nyári produkciók, turnék, vagy már nem turnék, a vendégelőadások, fesztiválok, úgyhogy tulajdonképpen így is nagyon nehéz volt összeegyeztetni minket, és nagyon sok probléma adódott, de hát ez ezzel jár, és ezt végül is sikerült megoldani. Kicsit térjünk vissza a castingra. Tehát egyrészt azt nem értem, hogy most ugye te még iskolába jársz, ugye? Igen. Színész szakmát tanulod. Jól tudom? Igen, én most vagyok 5. éves a Színművészeti Egyetemen. És ilyenkor már lehet, mert te már nem az első sorozatban játszottad, ugye ezt tudjuk. Tehát, hogy ilyen könnyen megy ez már, hogy iskola alatt is lehet munkát vállalni és dolgozni, és... Tulajdonképpen ez az osztályvezető tanártól függ, hogy mit enged és mit nem, vagy hova engedi ki az embereket és hova nem. Például a
most sok dolgot akartam egyszerre mondani, hogy nekünk elsőben és másodikban azt mondta Zsámbéki Gábor, a tanárunk, hogy meg kellett kérdezni, aztán vagy megengedte, vagy nem. Ahogy ő jobbnak látta, ugyanis ez azért van, mert elsőben, másodikban, meg még harmadikban is inkább az ottani munkára kell koncentrálni, tehát ami az osztályban történik, ami az egyetemen történik, hogy nem is azért, hogy ne befolyásoljanak minket más rendezők, hanem hogy egyszerűen ne vegyék el az energiánkat, ugyanis ott nagyon-nagyon-nagyon sok dolog van, és ott konkrétan reggeltől estig bent vagyunk az egyetemen, és meg egyébként régen volt olyan, hogy egyáltalán nem engedték ki az embereket a főiskoláig, egyetemig, de erre a korszakra emlékszem. Igen, de ez most már változott, és én azt gondolom, hogy ez jó irányba változott, mert fontos, hogy sajnos ez egy bizonytalan szakma, és régen törvényszerű volt, hogy az egyetem befejezése, vagy akkor még főiskola befejezése után muszáj, hogy kötelesek szerződést ajánlani valamelyik színházhoz. Na most ez most már nagyon nem így van. És ez nagyon-nagyon nagy lutri ez a szakma. Hogy tehát most minden lehetőséget meg kell ragadni. Hát nem igazából. Is minden, de az biztos, hogy minden lehetőséget nagyon komolyan meg kell fontolni szerintem. Legalábbis én ennek a híve vagyok, és azt gondolom, hogy a tanárunk is, a Zsámbéki Gábor is, nem azt mondom, hogy belátta, de szóval a teljes mértékben képben van, és tájékozott, és tudja, hogy mifelé halad a szakma, és hogy mennyire bizonytalan a színészi lét. Tehát akkor így hallgatólagosan azt mondta, hogy hát amerre mentek, próbálkozzatok, ha valami adódik, akkor meg szóljatok. Hogyne, igen. És akkor kellett, nyilván rögtön szóltam neki, hogy ez van, és hogy mit gondol erről, és azt mondta, hogy a munkát kell nézni. Uh-huh. Na most hogy zajlott a casting? Tehát, hogy jelentkeztél, hogy megy ez egyáltalán? El tudnád ezt mesélni? Igen, hogy... igen. Ez úgy van, hogy... Van egy ilyen szakma, hogy a casting direktor, akinek az a feladata, hogy mondjuk én vagyok a rendező, te vagy a producer, és azt mondjuk, hogy a casting direktornak, hogy figyelj ide, egy év múlva forgatnánk ezt a filmet, sorozatot, ilyen és ilyen szerepek vannak benne, akkor a casting direktor elolvassa a könyvet, vagy tehát muszáj legyen egy átfogó tudása az egészről, egy átfogó képe, és akkor hív embereket. Elmegy az egyetemre, előadásokra, színházakba, és keresi a megfelelő emberek, és azt mondja, hogy figyeljetek, ide van ez a szerep, erre itt van 15 ember. Akkor azt a 15 ember megnézik. Azt mondják, hogy hát ő biztos nem, ő nagyon esélyes, tetszik, nem tetszik, akkor következő körbe hívják megint őket. És aztán így rostálódnak, és olyan is van, hogy nem tudom, elsüblikre valaki megtetszik a rendezőnek és a producernek, de például olyan is volt, hogy a Béla például, a Dóra Béla, akiről az imént szó volt, ő a Braziloknak a főszereplője, amit szintén a Rohonyi Gábor rendezett, ugyanis a Korhatáros szerelmet is a Rohonyi Gábor rendezte, szóval ők már dolgoztak együtt, és a Gábor biztos volt benne, vagy nem biztos volt, csak ezt így, ő tudta, hogy szeretne a Bélával együtt dolgozni, tehát ott már volt egy korábbi munkakapcsolat. Én a Gábort, a Rohonyi Gábort egyáltalán nem ismertem. Szóval, mit akartam, hogy indult, ugye? Hát fölhívott a casting direktor, és azt mondta, hogy van ez a casting. Elmentem, megcsináltuk a jelenetet néhányszor, ott ült a producer, ott ült a showrunner, és a Gábor, a Patriciával meg kellett csinálni 2 vagy 3 nagyon hosszú, bonyolult jelenetet, akkor ott instruált minket a Gábor. És akkor következő alkalommal volt ez, hogy a Bélával találkoztam, hogy ott cigizett, és akkor nagyon megörültünk egymásnak. És azt hiszem, hogy aztán volt még egy kör, és aztán ott már pedzegették nekünk, hogy akkor mi lennénk. Azért kérdezem ezt, mert ugye én láttam valami olyan fölvételt, amiben nem te voltál a szereplő, igen, hanem valaki más az volt. Az a pilot volt, igen, amit azt hiszem pont egy éve forgattak. Uh-huh, uh-huh. Egy éve ilyenkor. Tehát akkor még nem voltál képbe, azóta kerestek tovább, és rád találtak. Igen, az pontosan nem tudom, hogy ott mi volt, ugye ott a Tasnádi Bence játszotta volna ezt a szerepet, és aztán valamilyen oknál fogva ebből kikerült ebből a produkcióból. De igen, szóval volt egy,
egy pályalottja ennek, amit a Mátyási Áron rendezett, tehát még nem is a Gábor. Na most ez egy, beszéltünk róla, hogy egy romantikus film, meg végjáték is, tehát ez elég nehéz, nem? Játszani az ilyesmit. Én legalábbis úgy gondolom, hogy színészi feladatként az egyik legnehezebb az, hogy hát megnevettesd a nézőt. Tehát hogy nagyon jól meg kell, hogy legyen írva a helyzet, a szöveg, a nem tudom én micsoda, hogy az tényleg működjön, meg hát azért tehetséges emberek is kellenek hozzá. Hogy ez így minthogy összejöjjön, ez nem mindig sikerül. Mit gondolsz, hogy ez a ti esetetekben sikerült? Én nagyon bízom benne, hogy vannak jó olyan helyzetek írva, és alapvetően az egész könyv az úgy van megírva. Tehát ugye mondom, ez egy új-zélandi sorozat, úgyhogy valamihez képest, ez nem egy teljesen új dolog, úgyhogy valamihez képest tudtak dolgozni. Ott már működött, mert hogy beszéltek róla, meg gondolom foglalkoztatta az embereket. Igen. És szóval mit kérdezte, hogy szerintem sikerült-e? Hát nem tudom, mi igyekeztünk mindnyájan. Élvezted a forgatást, tehát ezt a végül is komédiát? Tehát, hogy ez fekszik-e neked, hogy érzed? Alapvetően azt gondolom, hogy most nincs olyan, tehát hogy itt is volt nem csak és kizárólag hahotázni és nevetni fog a néző majd, tehát azért ez egyen árnyaltabb bennél, mint hogy ez most egy végját, ez egy komédia, és akkor annak is kell játszani. Nem is gondolom, hogy van különbség, hogy most ezt minek kell játszani. Itt vannak helyzetek, többnyire nagyon életszerűek, és aztán az a helyzet komikuma fogja azt megadni, és a viszonyok és az egymást követő különböző jelenetekből aztán lesz egy átfogó képe az embernek, és hogyha nevet, akkor talán célba értünk, és hogyha sír, akkor is, és szóval ez egy összetettebb dolog, és én bízom benne, hogy ez működni fog. És hogy nagyon életszerű lesz, ez lenne. Én annak örülnék, hogy ez így lenne. Amikor kiválasztottak, akkor mit mondtak, hogy miért vagy megfelelő a szerepre? Tehát, hogy milyen embert kerestek, vagy hogy mit szeretnének kihozni belőled? Azt nem tudom, azt nem mondták. Nem mondták? Ezt nem tudom, mondani, hogy miért választottak? Nem. Hát szerintem, hogyha az ember megcsinálja a castingot, aztán ott instruálja a rendező, akkor ott nyilván lesz valamilyen viszonya az egész szereppel, meg a rendező, meg ezzel az egésszel, és aztán azt nem mondták, hogy miért. Hát lehet, az is lesz, hogy teljesen mellé nyúltak. Ez majd kiderül. Hát nem hiszem. Tehát azért nem úgy van ez. Itt vannak szakértő szemek, és hát kiválasztják a legmegfelelőbb embert, én úgy gondolom. No, hát azt szeretném tudni, hogy kik a célcsoport? Tehát, hogy ezt a sorozat kiknek készül elsősorban? Gondolom, hogy nem. Tehát, hogy van egyrészt lehet, hogy tinédzsereknek is, de nem csak nekik, mert hiszen egy 40 évhez közeledő nőről van szó. Tehát, hogy mit gondolsz, hogy ez kiknek szól ez a sorozat? Én szerintem nagyon jól látod, hogy akár tinédzsereknek is, és az én korosztályomnak is, és a 40 év körüli nőknek is abszolút. Szóval szerintem... Főleg a hölgyeknek szól tehát. A hölgy, igen, de nem tudom, szóval biztos vagyok benne, hogy sok, illetve nem is vagyok benne biztos, hogy így gondolom, hogy vannak sok nő van, aki hasonló cipőbe jár. De egyébként fordítva is, hogy a férfi az idősebb több, mint 10 évvel. Ilyet is látni. Szóval ez van, ez egy létező dolog, persze. Hogy egy pár kapcsolatban a nagyon nagy a korkülönbség. Most ugye, hogy hihető legyen a dolog, gondolom a kamera az más, mint a színház. Színházban nem ülnek annyira közel a nézők, tehát hogy másképp kell gondolom játszani, de ezt jobban tudod, mint én. Mint hát filmen vagy televízióban
közelebb vannak egyszerűen az arcok, és ezért nem lehet akkora nagy játék az arcnak, gondolom én, meg egyáltalán. Na most mégis kell, hogy egy köztetek Patriciával egyfajta viszony legyen, ami hihető. Uh-huh. Ez mennyire sikerült megvalósítani, vagy minden rendbe ment ezzel? Meg volt köztetek a kémia, úgymond? A kémia. Én szerintem jól dolgoztunk együtt, mi nagyon segítettük egymást, és nem hisztériáztunk, amikor nem kellett. Szóval jó. Jó volt vele dolgozni mindenféle különösebb akadályok nélkül. Nagyon gördülékeny volt a munka, és szerintem ahol tudtuk, ott segítettük egymást. Meg ugye egyáltalán az egész csapatra ez jellemző volt. Ugye voltak ugyan súrlódások és viták, de hát hol nincs, hát az ott a normális, hogy ilyen van. Szóval az egész csapat nagyon... nagyon odaadó volt, és nagyon családias a hangulat egy ilyen forgatáson. Nyilván el kell, hogy teljen egy csomó idő. Legalábbis arra emlékszem, amikor legelőször az első forgatási napon nagyon, nagyon izgatott voltam, izgatott voltam, de aztán ez nyilván oldódott, és a mindennapjaim már vált az, hogy most forgatni megyek, és egy csomó dolgot lehet egyébként tanulni, színészileg, technikailag is. Meg hát én mondom, egy csomó jó embert megismertem, úgyhogy ez abszolút hasznos volt. Most ezeket a dolgokat, a jeleneteket, ugye, vagy snitteket, nevezünk snitteket, ezek általában rövidek szoktak lenni. Tehát persze biztos vannak hosszabbak is, de hogy általában nincs, nem tudom én, 5 kamera, hanem csak egy van mondjuk, és átálltok, ugye? Tehát, hogy ez mennyire hosszadalmas egy-egy jelenet felvétele, és milyen technikát igényel? Avasd már be bennünket egy kicsit ebbe. Tehát, hogy most arról beszélünk, ugye, hogy... Tehát van egy jelenet, és akkor, mit tudom én, az a jelenet, az, mit tudom én, egy perc hosszú. Igen. És itt 2 kamerával dolgoztunk, és úgy nézett ki, és akkor vannak beállítások. Hogy tág beállítás, akkor van egy következő, egy szűkebb, akkor egy közeli ilyen-olyan, tehát van az egy jelenetet, fölsnittelnek, és akkor abban az egy jelenetben van, nem tudom, tehát ugyanazt a dialógot, ugyanazt a mozgást, ugyanazt csináljuk, és azt több kamerállásból csinálják meg, több beállításból. Ez változó volt, ez sok mindentől függött. Tehát, hogy szerintem az fontos, hogy ilyenkor a dramaturgiailag milyen jelentőség, mennyire fontos jelen, vagy éppen hol tart abban az epizódban, hol járunk éppen, és mennyire hangsúlyos ez az egész, hiszen hogyha lehet, hogy van egy, és mit tudom én, hogy eltörök egy poharat, és hogy ez mennyire fontos, hogyha ez mint egy mellékes dolog, eltörtem egy poharat, akkor az nem kell kiemelni. Viszont, hogyha az a pohár nagyon értékes és fontos szerepet játszik, akkor igenis arról nyilvánvalóan kell egy közeli, kell egy, hogy leesik, hogy összetörik a reakciók. Tehát ez, amit elmondtam, ez csak ez 3-4 beállítás. És ez szóval egy perc, az sokkal több idő. Hát persze, meg mondjuk egy perces jelenet az egy hosszabb jelenetnek számít. De hát van, mondjuk volt 2,5-3 perces jelenet is, úgyhogy az igazán sok. De most ilyen, hát zsánerű sorozat nem túl sok ma Magyarországon, nem? Ez a romantikus komédia, ez nem gyakori. Komédia van, de hogy ilyen romantikus komédia, az valamiért kevés van. Úgyhogy a TV2 az most egy külön, hát úgy érzem, mintha egy külön utat választana, vagy egy új valamit próbálnak ki. Nem tudom, szerinted hogy van? Én azt gondolom, hogy alakul át a világ. És én nagyon örülök neki, hogy ilyen sok sorozat van Magyarországon, és igazából egyre több van. És ez nem véletlen, és az is jó, hogy végre színészeket, tehát színészek játszanak ezekben a sorozatokban. Meg hát alapvetően én azt gondolom, hogy most már az van, mert legalábbis az én generációmon én is nagyon nagy sorozatfogyasztó vagyok egyébként. Tehát, hogy van, mit tudom, egy sorozat az mennyi, az 45-50 perc általában, van, hogy egy óra. De akkor van az embernek egy óra hosszája, a laptopon beindítja, közben megfűzi az ebédet, vagy valami más csinál, és közben megnéz egy részt, lecsukja és megy tovább a dolgára. Szóval ez így van jelen szerintem a mindennapjainkban, úgyhogy
és egyre inkább befelé halad ez a szakma, a szakmának ez a része. És szerintem ez kifejezetten jó dolog. Igen, most van valami áttörés, mert egy időben, tehát most nem tudom, évekkel ezelőtt nem volt lehetőség. Tehát, hogy végeztek színészek is, nem kaptak lehetőséget televízióban. Igen, de az előtt meg pedig nagyon sok tévijáték volt, és nagyon sok játékfilm, tehát hogy igazán sok. Hát akkor igen, tehát volt egy átmeneti időszak igen. A kettő igen, között. Igen. És most hál' Istennek nagyon sok magyar film is forog, és sorozat is egyre több. Filmszereped volt-e már eddig? Vagy hogy állsz a filmmel? Hát filmben, én nagyjátékfilmben még 2002-ben játszottam a Bolygótűzben, ugye. Amikor 8 éves voltam, az egy tök jó dolog volt, egy jó élmény, de hát castingokra járok, aztán bízom benne, hogyha egyszer úgy van, akkor tudok filmben is játszani. Te fiatal ember vagy, még nem is végeztél az akadémián. Egyáltalán nem panaszkodom, tehát szó sincs erről. Most a sorozatra visszatérve, tehát azért, hogy áruljuk el, hogy most hogy is néz ez ki, ez ugye, tehát nem végtelen hosszúságú, hanem azt hiszem... 13 igen. Rész, és részenként 50 perc, vagy és 45. És hetente fog jelentkezni? Igen, ez egy heti sorozat. Uh-huh. És nem sokára. Tehát igen, szerintem december elején, vagy november végén, vagy nem is tudom pontosan. De majd a nézők figyelik, tehát ott valahol jelentkezik a korhatáros szerelem, ez a címe. Gondolják-e, vagy először megvárják, hogy reagálnak a magyar nézők, a magyarországi nézők, hogy fogadják ezt a sorozatot? Lehet-e ennek folytatása? Mondtad, hogy 2 évados volt Új-Zélandban. Az Új-Zélandi, aha, uh-huh. Igen. Nyilvánvaló, hogy ezen a készítők, a megrendelő, meg a gyártó cég ezen elgondolkodott. Tehát ez biztos vagyok benne, hogy ez bennük fölmerült. Egyelőre én erről nem tudok. Hát nyilván, hogyha ez sikeres, hogyha ez nézett, akkor valószínűleg megfontolandó a részükről, hogy ennek van értelme folytatni. De az is lehet, hogy a kutya nem fogja nézni, és egyszerűen csak veszteség lenne. Szóval nem tudom, ez egyáltalán komplikáltabb ennél. Ezt én nem tudom. Mindenesetre, ha folytatódik, akkor valószínűleg, hogy benne leszel, mert hát... Gyanítom. Igen. Igen, no, hát nem ez az első szereplésed, ugye ezt már említettük, szerepeltél már az Aranyéletben is, ugye? Igen. Erről mesélnél-e röviden, hogy találkoztál ezzel a sorozattal? És az hogy ez Aranyélettel? Igen, és aha. Hogy milyen élmény volt ez számodra? A Mátyási Áron és Diga Zsombor rendezik az Aranyéletet, egyébként most forog a 3. évad. És Mátyási Áron, én nem vagyok benne. Nem vagy benne? Én nem vagyok benne. Tehát Mátyási Áron, ő tanított minket az egyetemen 3. évben. Igazából film elméletet, de gyakorlati óránk is volt, tehát jeleneteket vettünk föl, ő adta ezeket a jeleneteket, és akkor megcsináltuk a jeleneteket, és később mutatta meg, hogy mely filmből van. És aztán visszatnéztük azt, hogy nagyon érdekes volt. De hogy kerültünk benne? Még 2 osztálytársam benne van még egyébként, a Sedró Áron és Martinkovics Máté. És szóval Mátyási Áron ajánlott minket, vagy hívott minket, gyanítom, hiszen őt ismertük, ő volt a tanárunk. És akkor elmentünk a castingra, ott azt hiszem 5 forduló volt, vagy 4 vagy 5. És aztán hát... csináltuk a jeleneteket. Szerencsés voltál? Abszolút, azt gondolom, hogy szerencsés voltam, és aztán fölhívtak április környékén, hogy akkor az enyém az a szerep. De azt is ugyanúgy próbák és fölkészülés előzte meg. Jó élmény volt nagyon, be kell festeni a hajamat, kérdeztem tőlük, hogy nem lehet mondom színezni, és mondtak, hogy nem, mindenki be kell festeni, de tök meg a szemöldökömet is. Kiszőkítették. Ez most a természetes, amit ez látunk. Igen, uh-huh. Igen. De aztán például jó jött az a szőke, mert nem rögtön vágattam le, vagy festettem vissza, mert pont akkor csináltuk a Horváth Csabával a Roberto Cucco című előadásunkat, és mondta, hogy ez nagyon tök jól áll, hogy ilyen picit lenőtt, meg nagyon rendezetlen volt, és fél hosszú, és szőke, és azt mondta, hogy ez
ehhez a szerephez szerintem ez nagyon jó. Ha már felhoztad a színházat, akkor én is egy kicsit megragadom ezt a témát. Akkor ezek szerint láthatnak téged a budapestiek színpadon is? Miben láthatnak? Igen. A Katona József Színházban vagyok. A Katona József Színházban és a Székesfehérvári Vörös Marti Színházban vagyok gyakorlaton. Mert ugye úgy néz ki az egyetemen, hogy negyedik, ötödik évben az ember valahol szerencsésebb esetben, sajnos ez sem törvényszerű, gyakorlaton van valamelyik színháznál, vagy valamilyen társulatnál. És a Katonában én most 3 produkcióban vagyok benne, Fehérváron meg lesz 3 bemutatóm idén. Meg hát az Ódri színpadon egyébként ott nekünk van nagyon viszonylag sok előadásunk, 5. Na most ezt negyedikben csináltuk ezeket. Negyedik évünk az nagyon intenzív volt, dolgoztunk a Horváth Csabával, a Zsótér Sándorral, Máté Gáborral, a Zsámbéki rendezett nekünk egy előadást, de harmadikban Lukács Andorral is dolgoztunk. Szóval ott vannak előadásaink, ami azért jó, mert egyrészt nagyon különböző emberekkel tudunk dolgozni és találkozni, és hát egyáltalán az emberek meg tudnak minket nézni. Tehát eljön egy igazgató, egy rendező, vagy bárki, akkor meg tud minket nézni színpadon. Szóval az egyetem az, mint egy kis színház úgy is működik. És akkor a harmadikban már általában szoktak előadásaik lenni az osztályoknak. Szóval ez egy fontos dolog. Na most sajnos ötödikben már, tehát negyedikben nagyon sokat játszottunk, mármint ott az egyetemen. Most ötödikben már ez picit neccesebb, mert mindenki szanaszét van mindenféle színháznál. Vidéken van, aki Miskolcon, Nyíregyházán, én Fehérváron leszek, a Víg Színházban, Katonában, szóval mindenfelé. És nehéz így egyeztetni, de nekünk van 5 előadásunk az osztálynak, ami azért az nem rossz. Ez jó sok. Melyik vonz jobban? Tehát most már így belepillantottál mindenbe, olyan szerencsés vagy, hogy a tévézésbe is, a színházba is, tehát tudom, hogy nem lehet összehasonlítani a kettőt, de mégis, tehát hogy melyiket tartod fontosabbnak, vagy elképzelhetőnek, hogy azzal foglalkozz? Hát sajnos ezt az ember nem az ember dönti, hogy mikor forgat és mikor nem. Szóval ez nem úgy van, hogy én ma kitalálom, hogy szeretnék forgatni, és holnap forgatni fogok. Elsősorban szerintem nagyon nagy szerencse kell hozzá. És én tényleg nagyon hálás lehetek, hogy ez nekem megadatott. Szerintem kiváltság forgatni, vagy hogy az egy ritka dolog. És a színészek szerintem inkább tehát arra van lehetőségük egyen, hogy a színházban dolgozzanak, mint hogy filmezzenek. Én meg úgy vagyok vele, hogy hogyha van rá lehetőségem, akkor csinálom. Azt kérdezted, hogy mi vonz jobban, vagy melyiket szeretném jobban. Közelebb hozzád. Persze, hogy színházzal fogsz foglalkozni, de filmmel, meg sorozattal, vagy igen, ezt így pontosan. Szóval, tehát akkor színház az első. Színházzal színházi színésznek gondolom magát. Szóval nagyon filmes képzés, az nincs is nálunk. Bár ugyan volt ilyenfajta kurzusunk, pont a Szász Jánossal, meg hát a Mátyási Áron is tartott nekünk órát. De azt gondolom, hogy a gyakorlattal lehet ezt is, mint minden mást megtanulni. De mondjuk az nagyon jó működik az egyetemen, hogy a filmes karral van összedolgozás, és akkor, hogyha ők csinálnak valamit, van egy vizsgafilmük, diplomafilmük, akkor általában nem mindig minden esetben, de a színészeket használják az egyetemről. Tehát ott forgattuk a Welcome című kis játékfilmet, ami Dudás Balázs rendezett, és én nekem ez nagyon nagy élmény volt, ezt nagyon szerettem csinálni. A Vilmányi Benettel, az osztálytársammal játszottunk benne, ő volt a főszereplő, és nagyon aktuális témát dolgoz fel. Benett egyébként a Terápiának a 3. évadában fog játszani a Mácsai Pállal, és állítom nagyon ügyes benne, legalábbis aki eddig nézte, aki bennfentes volt és látta, az azt mondták, hogy a Bennett benne zseniális, úgyhogy én is nagyon izgatottan várom. Ezek a filmes munkák is. Ezek nagyon jók, meg az mindig más, az mindig izgal, mindig csomó új emberrel találkozik
olyan ember, filmrendező, akivel szívesen, hát szívesen dolgozni. Mert hogy annyira tetszenek a filmjei, vagy látsz valami fantáziát, valami mást benne, mint a többiekben. Van egy nem tudom, hát én most a Gáborral, Rohonyi Gáborral én nagyon szívesen dolgoznék még, mert azt gondolom, hogy nagyon jó vezeti a színészeket, és nagyon van egy olyan fajta nyugodtság benne, ami elengedhetetlen szerintem egy forgatáson, még annak ellenére, hogyha túlóra van, ha feszült a helyzet, akkor olyan nyugodtan és szeretettel jött oda, és egy olyan, és közben meg nagyon elhittet, nagyon elhiszi neki a színész, amit mond, és bár ugyanakkor lehet vele vitázni, tehát hogy nekem valami nem tetszik, vagy azt érzem, hogy nem érzem benne jól magam, és vagy van egy jobb ötletem, vagy akkor teszek neki egy javaslatot, hogy mi lenne, ha ez nem lenne, hanem máshogy lenne, és azt, tehát hogy abszolút kompromisszumra hajlamos a Gábor. És nagyon jól vezet színészt, úgyhogy igazából csak szuperlatívuszokban tudok vele róla beszélni. Például vele szívesen dolgoznék még bármikor. No, hát legyen úgy. Legyen így. Legyen úgy, és hát alig várjuk, hogy megnézzük ezt az új sorozatot, ami a TV2-n lesz, Korhatáros szerelem címmel. Benne te vagy az egyik főszereplő, meg Kovács Patrícia, és sok ismert színész is játszik benne még, úgyhogy biztos jó lesz, meg fogjuk nézni. Hát aztán majd megmondjátok, hogy... És további hasonló munkát kívánok neked, tehát legyenek lehetőségek. Én is ezt szeretném. Köszi szépen. Én is köszönöm. Kovács Tamás volt a vendégünk, ez volt a Forog a kamera, köszönöm szépen a figyelmet.